döntöttem, hogy én nem próbálom meg azt, hogy ezeket a technikai újításokat és újdonságokat én minél előbb megtanulom, és minél gyorsabban utánuk eredek, hanem én eleve ezt is elutasítom, és azt mondom, hogy elindulok az ellenkező irányba, semmi nem kell, csak az, ami a lábom alatt van a föld, és a két kezem. Ha az ősember tudott remek műveket létrehozni azzal a primitív technikával, ami abban az időben létezett, akkor nem létezik, hogy én nem találok valamit ezen az úton. A kerámiában meglehetősen radikálisan elszakadtam azoktól az eredeti nyomvonalaktól, amik hát a kerámiát tulajdonképpen jelentették, és belemerészkedtem egy másfajta világba, amit nagyon sokan azt mondják, hogy szobrászat. Én ebben azért vagyok bajban, mert a szobrászat is egyfajta mesterség. Na most azon belül én a szobrászati mesterségnek egyetlen részét művelem, amit ha viszont nem lennék keramikus, nem tudnám, hogy úgy kell csinálni. És ez a formáknak a viselkedése, nekem úgy tűnik, hogy a természetben minden forma a különböző egymással ellentétes erők hatására jött létre. A mulandóságnak van egyfajta szépsége. Akkor is, ha az ember ezt mondjuk nem olyan igazán szereti. Kimentünk a Bugac pusztába, ott van egy ilyen szódás tó. És hát nagy meleg volt abban az időben, úgyhogy a tónak a víztükre össze zsugorodott egy egész kis területre, és azt fedeztem föl, hogy ebbe egyébként ugye az iszap az ilyen 6-szögletes, 5-szögletes táblákra szakad, ahogy zsugorodik, hogy ezekben a táblákban itt-ott döglött madarak vannak, döglött sirályok. Uh-huh. Egy ilyen tömböt ki tudtam emelni. Bevittem a kecskeméti stúdióba, megvártam, míg megszáradt, betettem a kemencébe, és akkor jött a meglepetés, mert ez jött ki belőle, és akkor elkezdtem tudatosan csinálni ilyeneket. Mégpedig úgy, hogy felfedeztem, hogy az utak mentén az autók rengeteg madarat ütnek el. Igen. Egyszerűen elütik, és akkor az ütés következtében az úgy kipördül az útszélére. Összeszedtem én egy egész csomót, és döbbenetes hatásuk van. Én a természetet többre tartom, mint a hegeliánus szellem által létrehozott emberi alkotást. Az, amit az emberi szellem létrehozott, az nem egészen konform a természettel. És a természet tudja jobban. A természetben még mindig olyan rengeteg fel nem ismert dolog van, hogyha azt megismeri, akkor millió lehetőséget talál az ember. Rettentő nagy vita volt itt nálunk, képzőművészeti körökben is, meg mindenütt, hogy geometrikus művészet vagy figurális művészet. Akkor én megpróbáltam csinálni porcelánból egy nagyon szabályos kockát. Tehát egy szép fehér porcelánból úgy kivágni egy kockát, hogy ahhoz én kézzel nem nyúlok hozzá. És ez sikerült, megcsináltam a tökéletes formát. Én ennél jobbat már nem fogok tudni az életemben csinálni, mert ehhez nem lehet hozzátenni egy millimétert, meg elvenni se belőle, akkor itt nekem most abba kéne hagynom. És akkor kértem el valakitől a légpuskát, hát belelőttem egy ilyen, és meglepődve tapasztaltam, hogy itt valami nagyon furcsa történik, nevezetesen ez. Ennek a filozófiai része az érdekes, hogy itt én megpróbáltam elszakadni attól a szobrász gondolkodást, hogy én hozom létre a formát. Én hagyom, hogy a forma létrejöjjön, ha megtalálom azt az eredőpontot, amitől a forma így vagy úgy változik, akkor létrejön egy olyan forma, amit én nem tudok csinálni. Mert ilyet nem lehet csinálni. A szobrász a végeredményt mintázza meg, te pedig először megcsinálod tökéletesen, aztán bizonyos erőknek kiteszed, amitől roncsolt lesz, gyötört lesz, de egy tökéletes figura volt az elején. Tökéletes, igen. Akár geometrikus jelenség, vagy formációról van szó, akár egy emberalakról, vagy valami, a kiinduló formám nekem mindig az általam megoldhatott tökéletességig elvitt forma. Szobrásznak valószínű, nyilván meg tudná csinálni jobb, talán jobban is, mint én, de nem jut eszébe. Nem így gondolkodik. Az emberek a
körülöttünk lévő világot, amennyire csak lehet, szögletesre, tehát geometrikusra építik. És a természet ezt nem viseli el, nem szereti. Akár kívülről, akár belülről éri a erőhatás, ezt a geometrikus világot próbálja visszavinni a természet felé. Tehát ezért lesz organikus, mert egyébként ez is organikus.